Most egy darabig megfolyni fog a csap, sajnálom. Na mindegy, tessék, itt van mindenki. Szép ünneplőben. Ó, nem mondná annak az öreg... Annak az öreg UFO fazonú tatának ilyen rózsaszín ingje van. Úristen! Le is húzom a falakat, hogy lássam mindenki. Ahogy a Balázs mondta, induljon a fal! Úristen, Rönnének ilyen izé, ilyen sárkány mintás, kimonószerű ünneplője van. Na hát ebből a kurva szép esküvő lesz, meg kell, hogy mondjam. Rádiót kapcsoljuk be akkor. Meg ez a punk fazonú emberke is elég érdekes abban a érdekes mintájú öltönyben. Jól van akkor, átkapcsolás, metal. Szóljon az Iron Maiden. Na. Ó, király, a kedvencem, Transylvania! És még táncolnak is, hát defosok, tényleg. Na, milyen jó egyszerre szól a tévé meg minden. A bulimérőnél az időre figyelnem kell majd, hogy izé. Még ugyan 2 percnél azért elmenjek. Ó, és ma isznak is a Katamuri Roséból. Margaret, meg az a Abigail is. Na mindegy, lehet élvezni a zenét, kérem szépen. Ezt annyiszor hallottam, de tényleg már imádom. YouTube le fog majd cseszni érte, hogy miért szól itt a zene, de hát... És miért áll mindenki tulajdonképpen? Már nem is táncolnak itt. Megisszák az összes bort a rohadt életbe. Ó, király, éjszakai lesz az egészből. Azt javaslom, hogy akkor... Valami kis... Jaj, itt már mindenki iszik. Hát ez fantasztikus. Ó, jaj, köszöntőt tartanak! Kocintás! Itt van, ez a csávó. Kész. Itt mindenki iszik is rá. Jó, maga a René is. Ezt képzeljétek el. Jaj, és hogy megálltam, el is adagatott a zene. Hát ez... Mit? Kalimpáltak a poharakkal, mi történik? Ja, hát csók. Valaki hallottam, így kidugta a nyelvét. Fújolt. Még egy kocintás, hát nem igaz. Elég fura esküvői buli. Mindenki állandóan iszik. Magnóban szól az Iron Maiden. Ez itt még esküvő is lesz a rohadt életbe. Jó, lehet, hogy kicsit beleélem magam, de vicces buli. A zenében most jön a kedvenc részem. Jó, nem dudolok, ne, úgyis megutáljátok. Éneklek majd eleget. Jó, van kicsit nagy itt a tömeg, úgyhogy nem férünk el ennyien a lakásban. Úgyis hamarosan jön az esküvő, mert muszáj lesz. Na, kapcsolom is ki a fenébe. Menjünk már akkor a esküvőre. Igen. Oké, megházasodik. Nagyon fontos, hogy ilyenkor mindig a férjet kell oda küldeni, mert aki az interakciót kezdeményezi, annak fogja a későbbiekben a házastárs felvenni a nevét. És ugye nem Steve fogja René nevét felvenni, mert akkor oda a Freeman név. Hát ugye azon vagyok már mióta. Hát akkor menjen. Nagyon szép, különleges esemény kanált fogunk kapni hozzá. Előre le is szögezem. Csak a többiek is menjenek már ki, na mennek szépen. Azért tettem meg ide ezt a sok széket. Ja, elfelejtettem ilyenkor. Fel is veszik a esküvői, mennyasszony, esküvői ruhákat, úgyhogy... A még nagyobb összhatás érdekében fel is húzom a falakat maximumra. Ki jön, aki nem, nem. Na hát, kicsit elkapukodott esküvő lett ez. De ahogy a 3-4 egymás követő videóban már is lett a szex, az eljegyzés és az esküvő is. Na. Mi volt ez? Bajzia. Istavla mova. Vol poti lepa mone. Istavla. Ennyi igazából, ehhez csak minden nem is kell hozzáfűzni egy nagyon szép esküvő, és akkor így gyorsan csinálnak is egy képet még a... Igen, most akkor fel is fognak állni szépen és tapsolni. Úgyhogy... Akkor gyorsan és nyomok egy romantikus csókot, és... Különleges esemény kamerával megörökítem a képet. Lehet, hogy feltöltöm... Igen. Fel is töltöm szerintem a... Facebookra. Vagy valami. Égyini. Kész. Nagyon szép volt.
méghozzá éjszaka. Iron Maiden sajnos nem szólt, de hát előtte az alaphangulatot úgyis megadta. Lesz is kocintás megint, hogyha most, hogy bent kocintanak és ezek itt kint fognak kocintani, akkor nem tudom, mit csinálok. Na. Jaj. Na mindegy. Eléggé panaszkodnak itt, nem félnek el egymástól. Sajnos mindig ez van. Ó, na, bemennek azért. Azért ennek örülök, hogy legalább bemennek, amikor kocintás zajlik. Ó, itt van, ó, kapásból mindenki egyszerre Steve-re. És pont az a csávó, akit Gordonnak hívnak. Na hát akkor Steve is csináljon egy kocintást. Nagyon szép romantikus csók. Jaj, gyorsan WC-re kell menni. Észre sem vettem a nagy izgalomban, hogy lement. És persze pont most. Pont most megy be mindenki a budira, hogy rohadjanak ki a cipőjükből, abból. Idegesítő ilyenkor, hogy ennyire nem félnek el a címek egymás mellett, és ráadásul még az a kurva útkeresési algoritmus is hosszul van megírva, még a Sims 3-ban is, amire konkrétan panaszkodtak még az Electronic Arts-nál is. Nem, hülye vagyok, miket beszélek itt? Nem az Electronic Arts-nál, hanem a PC Guru-n. Elolvastam a Sims 3-nak a review-ját. Kész. Kell vennem egy WC-t, át kell tennem a WC-t a felső emeletre, amihez muszáj lesz csalnom. Jó, hogy is kell hozni a konzolt? Nem is emlékszem már. A faszom! Na, bocsátok áramkodásért, úgyhogy szegény Steve be fog brudgyantani sajnos, ahogyan elnézem, mert nagyon alacsony van a szükséglete. Hát most nézzétek már, mert betolakodik három ember egyszerre. El sem félek egy ilyen napon a kurva budival, hát az Isten áldja meg, hát. Nem, kész, bement mindenki, aki ott volt. Bement mindenki a WC-re, aki gyakorlatilag itt volt a partin. Ó, be is kapcsolták a rádiót, és pont megy a Power Slave. Into the abyss I fall, the eye of all us. Röli, hogy táncol rá? Nem hiába ezt így felesége. Jaj. Hát ez gáz. Ó, kész is igazából a buli, meg pont el tud menni WC-re. Ez az esküvői parti hatalmas siker volt. Hatalmas sikert aratott. Siker aratott elírás. Gratulálok. Buli összpontszáma, jó munka. Na jól van. Elhessegetem őket. Talán. Vagy nem. Na mindegy. Jaj igen, lám, most nem is. Jaj, elfelejtettem a legjobbat. Esküvő után, ha a buli jó, jön egy limuzin, amire beül a ifjú pár, elviszik őket egy lakodalmi buliba. Vagy nem tudom mi ez, de elviszi őket a városba, vagy valami. És persze így az ajtón keresztül szállt benne minden, ami eléggé vicces, de mindegy, ezt tökéletesen elfelejtettem. Értitek, én már 2 évvel volt kávé, hogy én szimszeztem utoljára, totál kiment a fejemből. Na, tükröződés és olasz tanárnő között elmegyünk, igazából ehhez nincs is sok mindent hozzáfűzni való dolog. És szép limuzinban bennülnek és elmennek a lakodalmi buliba. Tehát igazából most itthon maradunk én, a játékos, itthon maradunk és hallgathatjuk a Power Slave-et, igazából tökéletes. És a lagzi azért jó, ez a lakodalom lagzi, mert minden szükségletet maximumra azonnal felvisz. I don't wanna die, I'm a god, why can't I live on? Ezt kívülről vágom. When the life liver dies all around this late ways. And in my last hour I'm a slave to the power of death. És most van a szóló. Ja nem, még nem. Most még egyszer nyomják a szöveget. Lakodalnak nem tudom mekkora hosszú, úgyhogy most hallgathatjuk az enyét egy darabig még. Majd amikor interakciót megjelenek, majd úgyis látszani fog, hogy megjöttek. Vagy nem. Megjöttek. Igen. És akkor is el ne felejtsük a szerelmi interakciókat, most, hogy most már egy pár. Igen, kapásból is egy gratuláció. De mi ez? Hát nem igaz, mi ez a saját esküvői partján gratulál? Ami nő is ott volt, hát befosok, komolyan mondom, ennyi. Ennyi logikátlanságot azért. Ezt nem tudták volna kiszedni, az Isten megáldja. Jó, persze könnyebb mondani, mert biztos
ez egy baromi bonyolult rendszerre épül fel. Tehát most attól, hogy most mondom, hogy ezt megcsinálták volna azt, hogy olyan esetekben, amikor házaspárról van szó, akkor egy ilyen dolog miatt ne gratuláljon az egyik a másiknak. Csak hogy ez ennél sokkal bonyolultabban épül fel, hogy a kép kiírása, maga, hogy ez mit jelent egyáltalán, maga az interakció folyamata, stb. Szóval értitek. Jó, persze azért mondom, mert én nem vagyok túl jobb programozásból, ezért is alapból tisztelek minden embert, aki tud programozni. Amiben megjegyzem, nem tartozna bele a mesterlövész készítői. Ez nagyon fontos. Mert nem hiszem, hogy nagyon programozásnak lehetne azt nevezni, amit ők összehoztak. Na jó, a Big Rix az ilyen kategória. Mesterlövészben talán volt munka, hát tesztelték is. Na, mindegy, akkor a interakció. Ja, persze a nice éjszakát ki ne hagyjuk, az nagyon fontos. De egy pár dolog azért még belefér. Romantikus ölelés, szerenád, azt se hagyjuk ki. Bakke, a Powers névre ad szerenádot. Ehhez szóljatok hozzá! Komolyan, ez egy tipikus katamari karakter, bazdmeg a Powers névre ad karaktert. Hülye vagyok. Powers névre ad szerenádot a feleségének, tényleg. Csak azt kéne, hogy karjában viszi be, de hát az úgyse tud összejönni ebben a játékban sajnos. Maximum egy nász éjszaka fér bele. Mondjuk elég pervezeredni Iron Maiden Power Slave zenéjére nyomni a... Hát értitek, úgyhogy váltani kéne valami zenét gyorsan. Persze Iron Maiden, csak... Akkor inkább valami olyat, hogy ami vidámot. Mondjuk hülye vagyok, mert egy vidám zenét sem raktam be egyébként, úgyhogy... Wasted Years. Ah, mert nem passzol ide, mert pont nem arról szól. Ajj. Rime of the Ancient Mariner, komolyan mondom. Ennél jobban nem lehet félrejutni. Ajj. Egyébként megígértem egyik nézőmnek, úgyhogy most csak azért is meg fogom tenni. Háromszor kimondom. Rime of the Ancient Mariner, Rime of the Ancient Mariner, Rime of the Ancient Mariner. Egyik nézőm, azt hiszem Menmi 666 volt az, akinek aki megkérte, hogy mondja be háromszor, mert úgyse fogom megtenni. Hát tessék, itt van, elmondtam háromszor. És pont stimmelt hozzá még a környezet is. Oh, Loneliness of the Long Distance Runner. Mondjuk az eleje az passzol hozzá, úgyhogy jatta mehet. Szerintem azonnal meg is jeltem a egyepetjét. Most nem lesz kamera, azt hozzá kell tennem. De az a kélyes videó, nem tudom láttátok-e, eléggé húzta rölni a száját. Na. Hát igen, most ez mit fűzek hozzá? Hát most az, hogy be fog menni egyszer majd a kamerával, a szabott kamerával az ágy alá, de hát... Nem most. Épp áttatátok a fantasztikus orgazmus pillanatát, ami eléggé érdekes lehet megcsinálva. Mert persze készfogás elhagyhatatlan. Na mindegy, most igazából annyi lesz, hogy most kiszállnak. Ennyi, gyorsan meg is csinálták, lezavarták, mert igazából mindkettőjüknek a szükségletei maximum vannak. Rőné még be is ágyaz. És hát végül is ennyi volt az esküvő gyakorlatilag, még kocintani tudnék egyet. De egyelőre nem.